Egyedülálló épület készült el Moson-Magyaróváron. Átadták a Rekultív Kft. Új ügyfélszolgálati létesítményét a cég Barátságúti telephelyén. A tágabb régiónkban, de valószínűleg Magyarországon is egyedülálló építmény különlegessége, hogy passzív ház technológiával készült. Az épület magasabb komfortfokozata és jótékony egészségügyi hatásai mellett szinte nem is igényel külső energiát a fűtéshez és a meleg vízellátáshoz még télen sem. Így módon nagy összeget takaríthat meg vele a Kft., hiszen a technológia alig növeli meg az építés árát. A 10-15%-nyi pluszköltség egy évtizeden belül megtérül. Műsorunkban az épület ünnepélyes átadását, valamint az azt követő sajtótájékoztatót és interjúkat láthatják nézőink, majd a tervezővel készült beszélgetésünket sugározzuk. Úgy beszéltük meg, hogy én egy pár kedves szót fogok szólni, és majd igazgató úr el fogja mondani, hogy a Széchenyi terv kapcsán milyen lehetőségek nyíltak, és milyen fejlesztések valósultak meg itt a térségben, a Nyugat-Dunántúli régióban. Polgármesterként, amikor Mária Kánokot képviseltem a hulladék hasznosítás és feldolgozás kapcsán a Rekultívval akár szemben, vagy akár mellett, rengeteg élményem volt, rengeteg feszültség, amit megéltem, és amikor ide beléptem erre a telephelyre, az jutott eszembe, hogy most egy olyan alkalomnak vagyunk a részesei, amikor környezethasznosítás, környezetvédelem terén egy óriási lépést tettünk előre a régióban. Két dolog az mindig eszembe jut ilyenkor. Az egyik, hogy környezetvédelmi szempontból mi az, ami bejön, és mi az, ami marad, és pénz szempontjából mi az, amit meg tudunk őrizni a zsebünkbe, mi az, ami tényleg megmarad a zsebünkbe egy ilyen beruházás után. Óriási küzdelmek voltak, Lajos ennek még nem volt részese, de most nem látom azokat az idősebb polgármestereket, akik nap mint nap szinte harcban állva küzdöttünk azért, hogy a lakosságot képviselve egy nagyon kemény feltételrendszert tudjunk kialakítani, akár a Rekultívval szemben, akár az önkormányzatok érdeke védelmében. És móda értünk, hogy Győr-Moson-Sopron megyében a három fő regionális szervezet közül a Rekultív kapcsán a lehető legjobb hír hangzik el. Itt van a legkevesebb feszültség, itt van a legzökkenőmentesebb együttműködés, és itt alakult ki az a bizalmi légkör, ami kell, hogy egy ilyen jellegű együttműködésben megvalósuljon. Abban bízok, hogy a Rekultív nem csak az együttműködési keretek megszabásával, hanem ezzel a beruházással is képes példát adni. Képes példát adni, hogy egy olyan null emissziós épületet épít, ami az országban teljesen egyedülálló. Ezzel talán nem csak az önkormányzatoknak, de akár a lakosoknak is példát ad, hogyha hajlandó lesz és képes lesz arra, hogy ezt bemutassa és hosszú távon üzemeltesse. Ez a beruházás, ami, mint hallottuk, 40%-os támogatási intenzitással valósult meg, már most olyan elveket tud magáinak, amit sehol máshol a környékben nem tudnak megmutatni. Bár vannak ilyen kezdeményezések, lakossági kezdeményezések is, de működő állapotban én magam sem láttam egyet sem. Kívánom tisztelt igazgató úrnak, munkatársainak, hogy ez az épület szolgálja mindannyiunk érdekét, célját, és az a további fejlesztés, ami előtt állunk, az Győr-Moson-Sopron megyében is példamutató legyen, és Moson-Magyaróvár város irányításával a térség óriási beruházását tudja úgy támogatni, segíteni, hogy minden lakos a lehető legkedvezőbb állapotban tudja azt a hulladékot, amit sajnos megtermelünk, kezeltetni. Úgyhogy tisztelt igazgató úr, sok sikert kívánok Önöknek! Kívánom, hogy az együttműködés az önkormányzatokkal zökkenőmentes és töretlen legyen, és a munkatársaik pedig úgy vegyék birtokba ezt az épületet, ahogy Önök eltervezték, ahogy megtervezték. Minden jót kívánok Önöknek! Tisztelt kormányvezető úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt
vendégek. Mindig nagy öröm számomra, amikor a Mosonmagyaróvárra jöhetek. Itt mindig valami új fejlesztést adhatunk át, ami az Európai Uniós forrásokból és az új Széchenyi terv forrásaiból valósulhatott meg. Azt gondolom, elég itt körülnézni, itt a szűken vett környezetünkben, itt az ipari parkban és az ipari parkban lévő vállalkozások telepén, hogy mennyi tudott megépülni és megszépülni ezekből a forrásokból. És ezek közül egy jelentős fejlesztés a Rekultív Kft-nek a fejlesztése, aminek most az átadó ünnepségén állhatunk. Két okból is nagy öröm ez számomra. Egyik az, hogy újra egy vállalkozásnak adhattunk támogatást, amivel reméljük, hogy még sikeresebb lesz és még jobban fog tudni működni a jövőben. A másik pedig az, hogy ez a vállalkozás ez a zöld gazdaságban dolgozik, alapvetően a hulladékgazdálkodással foglalkozik. Nagyon ritka az olyan vállalkozás ebben a szegmensben, aki pályázik egyébként és sikeres tud lenni. Én azt gondolom, hogy itt adottak voltak a feltételek, és mint láthatjuk, az eredmény is tökéletesen sikerült. És azt gondolom, még nagyon fontos elmondani, amit már kormány megbízott úr is mondott, hogy itt a példamutatás, hogy azzal, hogy ez a passzív technológiai irodaház felépült, én azt gondolom, hogy itt a térségben mindenféleképpen ez majd példaértékűvé fog válni. A Nyugat-Dunántúli operatív program keretében és az új Széchenyi terv keretében több mint 20 milliárd forintot tudunk juttatni a helyi gazdaság fejlesztése céljára. Ez azt jelenti, hogy már a közelmúltban több mint 200 kis és középvállalkozás kaphatott hasonló telephelyfejlesztési támogatást, amelynek keretében több ezer munkahelyet tudtunk megtartani, és közel 2000 új munkahely is tudott megteremtődni itt a régióban. És ezekben a fejlesztésekben is Győr-Moson, Sopron megye és azon belül a Moson-Magyaróvár kis térségén nagyon jelentős erőt képvisel. A régió három megyében, ugye ez Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében, ezeken pályázatoknak több mint a fele mindig ebbe a megyébe szokott érkezni, és annak is egy jelentős része ebbe a térségbe. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is remélem, hogy tudjuk folytatni, és tudják a helyi vállalkozások is tudják folytatni azt az utat, amit megkezdtek, ami most járnak, és minél több és jobb, sikeresebb pályázatokat és eredményeket tudunk majd megtekinteni a közeljövőben. Én nagyon sok sikert és egészséget kívánok a fejlesztéshez. Köszönöm. Tisztelt kormányok, vizető, tisztelt igazgató, kedves vendégeim, partnereink! Nagyon nagy boldogság a mi életünkben a mai nap, az, hogy ez eljött. Véltük és vártuk, sok munkánk volt abban, hogy eddig ne eljuthassunk oda, hogy a mai nap kiteljesedjen. És sajnálattal egy szomorú eseményt kell önöknek első körben bejelentenem. Martin Zuzer úr, a cégünk tulajdonosa és alapítója, sajnálattal a mai nap reggelén Moson-Magyaróváron egy súlyos balesetet szenvedett, és az óvári kórházban ellátták, és ezt követően Győrbe az intenzívre vitték, ahol most is kezelés alatt van. A helyzetét stabilizálták, nem életveszélyes, de súlyos az ő állapota, tehát mindenféleképpen azt hiszem, hogy megérthetjük, hogy ő szándéka szerint itt lett volna, de sajnálattal ezt a sors nem engedte számára. Mindenkit szeretettel üdvözöl, és elsősorban most az ő nevében szeretnék pár szót mondani, és ezt követően pedig kihasználva a lehetőséget, egy kicsit személyes szálakat is érintve, pár gondolattal a mai napot szebbé tenni. Azt gondolom, hogy ennek most van itt az ideje. Martin Zuzer úr egy rövid áttekintést szeretett volna tenni. Ezt eljutatta hozzánk. Ezt szeretném most önöknek felolvasni. 1993. szeptember 1-én alakult a Rekultív Kft., tehát már a nagykorúságát betöltötte tavaly ősszel, és mint nagykorú, önálló döntőképes, felügyelettel már nem kell, hogy rendelkezzen, ugye ezt mondja a magyar jog, és nagyjából az uniós harmonizációnak is megfelelő eszmény. Ezzel együtt azért nézzük, hogy mi történt 1993-tól napjainkig. 93-ban a szigetközi települések közszolgáltatását végezte elsősorban a Rekultív Kft., természetesen Moson-Magyaróvár várossal, mind a térség meghatározott településével az élem. Ezt követően a tóközi települések, 1996-tól a csornai települések, Csornavárosa és a környezet települések, majd ugyanebben az évben Kapuvár városa és a környezet települések, és Feltőszent Miklós, akkor település, ma már város, és a környezet települések
főszolgáltatását végezte, tehát 96-tól napjainkig közel elértük azt a szolgáltatási területet 96-ban, amit ma is dolgozunk. Egy kicsit egyébként gyorsan hozzáteszem zárójelben, hogy bővültünk. 2009-ben Vas megyében Csepeg városa és a környező települések közszolgáltatását is megkezdtük, és azóta is sikerrel tesszük. Összességében 115 településen közszolgáltat most a Rekultív Kft. A közszolgáltatás mellett jelentős tevékenységet végez az ipari objektumoknak, közületeknek a kiszolgálásával, illetve más tevékenységeket is felvett a listájára. Pontosan a nevéből adódóan rekultiválni is elkezdett, és ez az üzletág ez kiteljesedett, és majd meghatározó szegmense már a cégcsoportnak. 1998-ban János Somorján megvalósult, elkezdődött egy regionális hulladéklerakó építése, mely 2002-től üzemel. Az üzemeltetési jogot 25 évre elnyelte a Rekultív Kft. Ezt követően ugyanebben az évben megkezdődött Feltőszent Miklós térségében egy regionális hulladéklerakó saját erős beruházás megkezdése és az üzembe helyezése. A Feltőszent Miklósi lerakót 2005-ben bővítettük először, és 2011-ben bővítettük másodszor, és körülbelül egy újabb 5-8 évre ott a térségnek a kiszolgálását képes ezáltal elvégezni. 2009-től Csepeg település melletti regionális lerakót is üzemeltetni kezdtük, és üzemeltetjük ezt a mai nap is. Tehát elmondható, hogy Győr-Moson-Sopron megyében, illetve a közvetlen környezetében lévő meghatározó regionális hulladéklerakó üzemeltetését a Rekultív Kft. Végzi, ami nem csak ártalmatlanítást, hanem hasznosítást is jelent egyúttal. Több mint 10 000 tonna anyagot hasznosítunk épp a 2011-es évben. Az erről szóló bemutató jelentésünket a mai napon nyilvánosságra hozzuk. Egy többek között egy katalógus formájában azt szeretném, hogyha a regisztrációs pultnál ezt magukhoz vennék, amennyiben igényük mutatkozik rá, és lehetőség, akkor szíveskedjenek is átolványozni ezt a tevékenységet. És a legfontosabb esemény a cégünk életében, mondhatja, hogy majdnem elfelejtettem, 2011-ben, azaz a tavalyi évben, a következő 15 évre elnyertük a közszolgáltatási jogot a nagytérségi vadőgazdagodási projekt által megvalósuló művek üzemeltetése tekintetében, és magát a közszolgáltatás a hulladékszállítás térségében 2027-ig bezárólag. Ez is mutatja azt, hogy régen kezdtünk, és sokáig tervezünk maradni és itt dolgozni ebben a térségben. És talán a legfontosabb, hogy ezt alátámasztja a mai avató ünnepségünk is, hiszen egy irodaház építése önmagában közvetlen hasznot egyenesen nem terem, de mutatja a vállalkozásnak azon célját, hogy komfortosan, és talán mondhatjuk, hogy példamutatóan, előre gondolkodva, alternatív energiákat felhasználva, egy nagyon ügyfélbarát, különösen gondolva akár a fogyatékosokkal élőkre is, ő számukra is maradéktalanul megközelíthető és használható irodaházat avatunk a mai napon, és az ehhez kapcsolódó létesítményeket szintén felavatjuk. Erről természetesen bővebb információt a mai megnyitott követően szívesen fogunk közreadni. Nagy Lajos ügyvezető igazgató urat is megkérdezzük. Igazgató úr, a tervező cég is azt mondta, a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy nem tudnak más hasonló közfeladatokat ellátó passzív házról, se a régióban, se Magyarországon. Honnan jutott a Rekultív Kft. Eszébe az ötlet, hogy ilyet építsen? A Rekultív Kft. 1993 óta működik Moson-Magyaróváron és a térségben. Osztrák tulajdonú cég vagyunk, 100%-os osztrák tulajdon. A tulajdonosunk Ausztriában él, számára ez a technika elérhető, ismert, évtizedek óta tapasztalt ennek előnyeit, ezért amikor felmerült egy szakmai vásáron ennek a lehetősége, az objektum megvalósításának, akkor ezt maximálisan támogatta és üdvözölte. Szándékosan Moson-Magyaróvári céget választottak a kivitelezéshez? Teljes mértékben is szándékosan Moson-Magyaróvári céget kerestünk. Nem bíztunk bent, hogy találunk, mindannyiunk nagy örömére és megnyugvására. A térség egyik legmeghatározóbb vállalkozása pont Moson-Magyaróvári. Ez a kapcsolat egyébként Budapesten jött létre, ez a legszebb az egészben. Pénzügyileg mekkora megtakarítás várható hosszú távon ettől az épülettől a Kft. Számára?
Próbaüzemi tapasztalatok rendelkezésünkre állnak. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt hónapok -15-20 fokos leghidegebb pillanataiban is az épületnek az energia felvétele, amit a fűtésre fordított, egy hajszállító közepes fokozatának felel meg, ez kb. 700 wattot jelent. Az ügyfelek számára nyújt-e új funkciókat, lehetőséget az épület? Mindenféleképpen. Az ügyfélszolgálatunk eddig több helyiségben, illetve több helyszínen állt a rendelkezésére az ügyfeleinknek. Ezt most központosítottuk részben ebben a telephelyünkön belül egy kollektív nagy ügyfélszolgálati irodává. Változtattuk, ahol az ügyfél egyszerre tud lakcímbejelentést, bármilyen ehhez kapcsolódó változást bejelenteni, konténert rendelni, észrevételezni a közszolgáltatásunkat, ne hagyj Isten reklamálni, és hogyha ez pedig megoldódott, akkor akár megdísérni minket. Tervez-e a KFT hasonló beruházásokat a jövőben, akár felújítás formájában? Mivel ez a telephelyével a mai nappal felavatásra került, elmondható, hogy itt már minden épület, minden objektum a költséghatékonysági számítások alapján kijött műszaki megoldást megkapta a legmagasabb műszaki színvonalon. Tehát Mosonmagyaróváron, ha úgy mondhatjuk, körbeértünk. Ellenben a telephelyeink száma azért még több helyen is felelhető. Csornán, Feltőszent Miklóson, Csepregen, Sopronban, Kapuváron. Természetesen ezeknek a felújítását is tervezzük. Egy utoljára Martin Tuzer úrnak a Mosonmagyaróvár regionális televízió nevében jobbulást kívánunk. Kérem, hogy adja át. Nagyon köszönöm, meg fogom tenni, reméljük, hogy így fog történni, és hamar meggyógyul. Széles Sándor kormány megbízott úr. Ön a beszédében egy igen érdekes elemét emelte ki az önkormányzatok és a magánvállalkozások együttműködésének, hogy a múltban előfordult az, hogy a Rekultív Kft.-vel kapcsolatban valamilyen téren erősebben kellett fellépni. Milyen most az együttműködés a Rekultív és az önkormányzatok között az ön tapasztalata szerint? Több mint 10 éve még volt egy bizalmatlanság az önkormányzatok és a Rekultív Kft. Között. Ez több okra vezethető vissza. Nem láttuk az elszámolásokat, úgy éreztük, hogy indokolatlanul magasabbak a hulladékszállítási díjak, mint ahogy azt a lakosság elviselné, illetve a szolgáltatás minősége miatt indokoltnak láttuk volna. A mostani napokra viszont kialakult egy ilyen bizalmi viszony, amikor a Rekultív sokkal nyitottabb és átláthatóbb a gazdálkodása az önkormányzatok számára, illetve több olyan kérés, ami a hulladék gazdálkodással kapcsolatban az önkormányzatok részéről felvetődött, azokat a Rekultív Kft. Megfogadta és beépítette a mindennapi működésébe. Ez a mai napi alkalom is azt szolgálja reményem szerint, hogy lehetőség lesz majd a Rekultív Kft. Részéről egy nyitottabb működés, együttműködés megindítására, hogy az itt beépített technológia az mindenki számára láthatóvá válik, illetve mindenki megismerheti. Milyen eszközei vannak az államnak, vagy állami szerveknek, vagy az önkormányzatoknak arra, hogy egy akkora KFT-t, ami a térségünkben mondhatni Mamut KFT, olyan útra vezessenek, amiket célszerűnek látnak? Az első a törvényi eszközrendszer, amivel az állam él is. Most van a hulladéktörvény is módosítás alatt. Reményem szerint márciusra egy átáltató hulladékgazdálkodási törvény fog születni, ami mind a lakosság, mind az önkormányzatok, mind a gazdálkodók számára egyértelmű helyzetet teremt. A második a hatósági tevékenység, a kormányhivatal hatóságai, államigazgatási szervei is élnek azokkal a lehetőségekkel, ahol a hulladék gazdálkodással vagy bármely más közszolgáltatást nyújtó szervezeteket ellenőriznek, és a törvényes rendnek a betartását ellenőrzik, pont a lakosság érdekeinek védelme érdekében. Kormány Mezitor, köszönjük! Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm a kormányhivatalnak és igazgatónak, hogy elfogadta ide is a invitálást, és részt vesz ezen a közös sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztatónak a célja részben protokollális, részben napi aktualitás is van bocskán, amelyről természetesen szót kell ejteni. Készültünk egy írott anyaggal, amelyet eljutottunk a sajtó tisztelt képviselőinek, amiből szeretnék pár érdemi gondolatot kiemelni. Most Mosonmagyaróváron a uniós támogatásból a Széchenyi terv kereteiben a Rekultív Kft. 46,8 millió forint támogatási értékkel egy 117 millió forint összköltségvetésű projektet nyerte el és valósított meg, amelynek a szavató ünnepsége történt most. Ez a
megvalósulás, ez előremutató, hiszen ez a telepek fejlesztés ez nem csak kerítés, nem csak beton, nem csak tégla, hanem szellemiségében is jelentős. Egy régi jelmondatunkat szeretném itt előrehozni, a környezetvédelem, önvédelem. Ennek szellemében dolgozunk 1993 óta a térségben, és mivel most az alternatív energiák tekintetében szakma már nyitott, ezért megragadtuk ezt a lehetőséget, és a szakmaiság helyi képviselőit felkérve megtettük megrendelésünket, és egy kiváló generál, mosomagyaróvári generál kivitelező és egy nagyon kiváló mosomagyaróvári tervező irodával együttműködve létrejött többek között egy passzív irodaház, egy modern ügyfélszolgálati iroda objektum, illetve ehhez kapcsolódóan a teljes telephelyünknek a megújítása, az alternatív energiák számtalan sorát most felelhetjük, a napelemeket, amelyek villamos energia előállítással szolgálnak, a napkollektort, amely melegvíz termelésre szolgál, ez mellett felelhető a faapríték és peletkazán, amely az öreg épületeink, az idősebb épületeinknek, ahol a megújítás, az energetikai megújítás költséghatékonysági számítása ezt hozta, a meleggét állítjuk úgymond elő, mind fűtésre, mind melegvízre nézve, és ez mellett fejlehető egy modern technika, amely a modern kordíványainak megfelelően egy szabályozott szerveztetést, pollen és pormegkötést végzünk az épületeken belül. Nem csak az irodákban, hanem a műhelyeinkben és a szociális sikológiainkban is, tehát mind az adózati, mind a fizikai állomány részesül ezekből a lehetőségekből. Ez mellett egy 2500 négyzetméteres felületet betonoztunk le a projekt keretein belül, mely segítségével az egyre gyarapodó számú közszolgáltatási szolgáltatás végző géparkunknak a modern elhelyezését tudjuk megoldani. Az ipari parkra nyitottunk 3 bejárattal, és ezáltal a korábban már megkapott úgynevezett az első betelepülők mosomagyaróvári ipari parkba címhez méltóan valóban nyitottunk kapukat az ipari park irányába. És hogy ezt tovább nyissuk, más tekintetben szeretném bejelenteni, hogy már közel 2 hektár területet, 2 hektár birtokába kerültünk az ipari park mellett, ami szintén belterület, és szándékunkban áll további 2 hektár megvásárlása, amely előremutató a jövőre nézve azt gondolom meghatározó, igazolja azt, hogy a cég elhivatott a múlttal, a jelennel és a jövővel szemben egyaránt. Azt gondolom, hogy a fontos elemeket említve állok rendelkezésükre, illetve Kohány önkezető és igazgató, amennyiben kérdés érkezik hozzánk, azt gondolom, hogy állunk rendelkezésre. A telephely fejlesztés járt munkaerő bővítéssel, és hány főt tudnak így plusz alkalmazni? Vállaltunk létszámbővítést, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb a létszám megőrzés ebben az esetben. A Rekultív Kft. Önmagában a teljes működési területen több mint 200 alkalmazottal dolgozik, ami a tevékenységek figyelemében nem elhanyagolható. Mosonmagyaróváron további létszámbővítés várható, nem csak a telepek fejlesztés kapcsán, hanem ezen kívül is, hiszen a jövőbeli tevékenységeink további munkát fognak kínálni a térség lakóinak. Köszönöm. Egy kiegészítés, hogy fontos, hogy ez a 200 dolgozót, ez 3 évre vállalta Rekultívbe. Tehát a következő 3 évben vállalást tett arra, hogy ennek a 200 dolgozónak mindenféleképpen munkát fognak tudni. Köszönöm. Igazgatótól szeretnének kérdezni, hogy tud-e hasonló passzív házról, közfunkciót ellátó passzív épületről, akár a térségben, akár az országban hallottam el ilyen fejlesztésről? Bevallom azt, hogy nem, úgyhogy ebből szerintem nagyon ez a mai áram ünnepség. Tehát én azt gondolom, hogy, nagyon, hogy a gazdasági fejlődés mellett nagyon fontos az a példamutatás, amivel a Kft. Most itt élen fog járni. Én azt gondolom, hogy a térség szűkebb és a tárgyalóban vett térségben is. Ilyennel nem találkoztunk még. Azt fontos elmondani, hogy az újszétvényű terves pályázatoknál mindig előnyt jelent az, hogyha a létrehozott beruházás valamiféle megújuló energiahordozóval történik, hogy annak az energiaellátás, hogy ezzel most már jelennek is általában a pályázóink, és
napkollektorokkal vagy olyan korszerű tüzelési berendezésekkel rántják el ezeket a telepélyeket, amik csökkentik az energiafelhasználásnak a költségeit, de ilyen nem még nem találkoztunk, hogy ez nem példaértékű. Egy gondolatot, egy szójátékot, hogyha megengedtek. Hulladék kezelés és a hulladék termelés kapcsán az teszem, hogy egy igazgató úr és két igazgató beszélt, hogy nekünk az a fontos, hogy hulladék szempontjából amibe kerül, és hogy ezt kicsit megfordítom, vagy illetve a szavakat átlenezem, hogy amibe kerül. Tehát ami bekerül és ami kikerül és amibe kerül, tehát anyagilag. És ez a beruházás pont ezért kiváló példa, mert nagyon sokat beszélünk passzív házakról, meg mind a missziós épületekről, de megvalósul nagyon keveset látunk. Hogyha lehetőséget teremtek, mondtam az udvaron, hogyha lehetőséget teremtek úgy tényleg arra, hogy egy bemutató épületként is szolgáljon az önkormányzatoknak és az ítélőknek, hogy ez kellő hírverést kap, hogy hogyan működik, hogyan lehet ezt működtetni, akkor talán majd megtudjuk, hogy mi az, ami bekerül anyagilag, ez az egész beruházás, és hogyan lehet ebből profitálni, hogy tényleg megéri ezt a rendszert kiépíteni, fenntartani, hosszú távon jól üzemeltethetően, mert nagyon kevés tapasztalatunk van mindenről. De végre itt a környezetünkben van ilyen, láthatjuk, megnézhetjük, pontos információkat kaphatunk. És talán hitelest is szeretném folytatni ezt a gondolatsort, hiszen elemi érdekünk a költséghatékony működés, részben azért, mert minden vállalkozásnak ez a jövőbeli célja nem lehet más, hogy nem tud lemaradni, részben pedig azért, ami egyediségünk révén, hiszen a költségeink egy részét a hulladékszállítási díjban jogosultak vagyunk beépíteni. Ez a beruházás is azt hozza elő, hogyha ezek a költségek alacsonyabbak, lehet a mai világban is csökkenteni ezeket a költségeket modernizációval, alternatív energiák megkötésével, akkor ez természetesen kedvező irányba mozíthatja el a hulladékszállítási díjakat is. Ezért azt gondolom, hogy a hitvallásunknak e pontjában is megfelelő, és hát a közérdekeit képviseljük természetesen. Ha szabad még egy szójátékot tenni, szökőév van, és talán mondhatjuk, hogy szökőnap, és legalábbis elmondható, hogy akinek ma van a születésnapja, az 4 évente ünnepel csak. Mi azért szeretnénk minden évben ünnepelni, minden évben valami újat előkorni, ezt hozta az elmúlt időszak is, és ezt hozza a jövő is reményeink szerint. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogy az első szökő év, szökő napján felavatásra került egy olyan passzív iroda, passzív energiákkal üzemelő objektum, amely mindenféleképpen meghatározó a térségben, és reméljük, hogy nem csak szökő évente lesz egy ilyen avatás. Ezért ez természetes, és a kormányközött úr javaslatát magunkévá téve magát véletetődik, hogy a térség közületeinek, önkormányzatainak, intézményeinek úgymond nyitott kapukat adunk e tekintetben is, és hát a üzemeltetői tapasztalatokat megosztva reméljük, hogy a példánk ragados lesz, és sűrűn fog ilyen ünnepség eljönni a jövőben, ahol mindenféleképpen alternatív energiák, kedvező költség, hatékony beruházásokat véghez vinve, vállalkozások előre mutatva a jövő felé beruházásokat, investíciókat valósítanak meg, majd avatnak fel. Tisztelettel, van-e más olyan, amit az írott sajtó és az írott sajtó közleményben nem lehető fel, állnak rendelkezésre. Különleges új épülettel gyarapodott Mosonmagyaróvár. Passzív házat építette a Rekultív Kft. Az ügyfélszolgálati tér a térség első ilyen közszolgálati épülete. A passzív házat létrehozó Energia Plus Ház Kft.-vel beszélgettünk. Tud-e Mosonmagyaróváron, vagy a környékén, vagy az országban olyan épületről, ami annyira modern lenne és úgy megfelelne az előírásoknak, passzív ház előírásoknak, mint ez az új Rekultív fogadóépület? Igen, több ilyen épületről is tudunk, de tudomásom szerint csak lakóházak, lakóépületek, azaz közintézményi vagy intézményi irodák, vagy a iskolák, óvodákról még egyelőre nem tudok. Hogyan áll össze egy passzív ház?
A passzív ház mindenképpen a tervezésnél kezdődik, tehát vagy egy jó kapust, vagy egy jó tervezőt. Egy erre specializálódott tervezőiroda méretezi, és hát rajzolja meg végül is az épületet. Nyilvánvalóan, mint ennél az épületnél is, itt a beruházó kívánságait kell elsősorban figyelembe venni, és azon kívül persze a telek fekvése, a nyilván anyagi lehetőségek, stb. Ezek után a tervező egy hát, tudására és bizonyos programokra támaszkodva ki tudja számolni, hogy milyen értékekkel kell számolni, mint szigetelésnél, mint szerkezeteknél. Nyilván hőhídmentes tervezés nagyon fontos, és a megfelelő szigetelés, illetve megfelelő nyilászárók megválasztása. Például ebben az épületben egy úgynevezett passzív ház ablakrendszer van, mely hát egyrészt három rétegű szolárüvegezéssel készült, ami a téli hónapokban beengedi a napfényt, a nyári hónapokban hát valamilyen fokon visszaveri, tehát kevesebb hőt enged be. Ugyanakkor szükséges a nyári árnyékolás. A TOK szerkezet például egy pirhabban szigetelt műanyagrendszer, tehát annak is nagyon jó a hőátbocsátási értéke. A kivitelezésnél szintén nagyon oda kell figyelni, hiszen hiába jó terv, hogyha mondjuk egy hanyag kivitelezéssel vagy nem odafigyelve készül az épület, és gyakorlatilag ez egy másik sarkalatos pontja a dolognak, hogy ezt pontosan is előírás szerint csináljuk meg. Mennyivel kerül többbe fölépítetni egy passzív házat, mint egy hagyományosat? Tehát, hogyha egy átlagos házhoz viszonyítjuk, vagy egy átlagos épülethez, akkor hát elmondhatjuk, hogy olyan 10-15%-kal biztos, hogy drágább lesz, de viszont a beruházás nagyon hamar megtérül a különbözet. Miért éri meg valakinek, esetünkben a rekultívnak, ilyen házat fölépítetnie? Teljesen nyilvánvaló, hogy minél jobb épületet, minél gazdaságosabban üzemeltethető épületet rendelnek meg tőlünk, annál hamarabb megtérül, illetve hogy annál hosszú távon biztos, hogy nagyon, nagyon jó beruházásnak számít. A Rekultív Kft. Pedig az ilyen beruházásokra amúgy is fogékony, és hát ez volt a megbízás, illetve a tervezők felé is már ez így, ez a kérdés fogalmazódott meg, vagy kérés fogalmazódott meg, és hát nagyon jó épületet sikerült csinálni. Ez azt jelenti, hogy a Rekultívnak gyakorlatilag nem kell befektetni az épület energiaellátásába, fűtésébe? Hát befektetni be kellett, tehát ennek volt ára, de már a működéséhez nem, illetve a fűtés, a melegvízkészítés, a szellőztetés, sőt meg a hűtés is ingyen van nekik. És mi fűti akkor a passzív házat? A passzív házat, hát ezt a passzív irodaépületet hőszivattyú fűti, tehát földenergiával vagy talajhő kinyerésével, levegőből tudunk energiát kinyerni, és a hulladékhőt is meg tudjuk fogni. Ha jól tudom, akkor a beépített műszaki megoldásokra és gépészetre önök igen büszkék. Ez így van. Egyik legkorszerűbb, ma Magyarországon elérhető legkorszerűbb gépészet került az épületben. Ez olyannyira így van, hogy 2009-ben Washingtonban ez a gépészet volt hát gyakorlatilag nevezhetjük az épület olimpián az első helyezett projektnek a gépészete, ez a Solar Decathlon verseny volt. Nyilván egyértelmű a válasz, de ajánlaná-e egy magánszemélynek, magánépítetőnek, vagy akár egy rekultívhoz hasonló közületnek, hogy passzív házat választson, amikor új épületet készít? Hogyne, természetesen, illetve hát már több ilyen épületet kiviteleztünk. A hosszú távú, de talán már nem is annyira hosszú távú megtérülése
miatt feltétlenül. Tehát az a különbség, amennyibe kerül egy ilyen úgynevezett modernebb jó épület, az 10 éven belül megtérül. Egyes pont. Második pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy emelkedni fognak most a Magyarországon is ezek a szabványértékek. Tehát aki ma szabványos házat épít, az lehet, hogy 3 év múlva már egy elavultba fog lakni. Ezért érdemes egy kicsit előre nézni. Egy biztos, hogy ha kétszer is emelkedik majd a szabvány, ugye az EU normák miatt 2020 körül is a passzív ház az teljesen értékálló és szabványoknak tökéletesen megfelelő épület lesz. Hármas pontként pedig megemlíthetjük, hogy milyen kellemes egy passzív házban, egy kontrollált szellőztetéssel működő passzív házban élni. Mind a páratartalom, mind a megfelelő levegőmennyiség, a hőérzet nagyon kellemes. Hát amerikaiak azt mondják, hogy 2 évvel tovább élnek egy ilyen épületben a lakók, reméljük, hogy így van. Nem beszélve arról, hogy mivel a hőérzetünk nagyon jó, ugye nincsenek sugárzó hideg vagy meleg felületek, ezért kb. 2 fokkal alacsonyabb hőmérsékletnél érezzük magunkat jól, mint egy hagyományos házban. Ez is egy ilyen közvetlen spórolás is, de legfontosabb az életminőség. Pintér Attila, köszönjük! Köszönöm a lehetőséget!